Egy érdekes jogi ügyletté alakult. Érdekes, hogy nem egy egyszerű József ügyvéd, itt van már velünk szemben a család jogi képviselője vagy ügyvédje. Ugye Szenteste történt egy támadás, egy öröngő embertől mentett meg egy rendőrpáros két járőr egy családot. Most itt a hírekben az is megjelent, hogy ők fordulnak bírósághoz, kártérítést követelnek. Mi történt tulajdonképpen? Hát ami történt, aztán majd mondanám a jogi részét. Gyakorlatilag valóban egy késes őrült tombolt ott a lépcsőházban, és ezen az emeleten gyakorlatilag dörömbölt az ajtón. Hát reggel fél hétkor, karácsonykor. És nyilván kihívták a rendőrséget, és ugye a kiérkező rendőrjárőr páros, egy férfi és egy nő botlott bele ebbe az illetőbe, és hát az annyira eszkalálódott ugye ez a történet, hogy hát ahogy tudjuk, azt hiszem 4 szúrást kapott a férfi tagja a rendőrpárosnak, ugye csoda, hogy túlélte ezt a késes támadást, és a rendőrpáros női tagja pedig ugye okkal, joggal és természetesen jogos védelmi helyzetben, sőt, hát meg kellett menteni a társának az életét, tehát teljes mértékben rendeltetésszerűen és jogszerűen használta a fegyverét, és hát lelőtte ezt az őrültet, mert nem lehetett más tenni abban a helyzetben, tehát ez volt a cselekvőképesség, ezt diktálta. Ez történt aznap, csak hogy értsük, most viszont az történik, hogy a történésekhez hozzátartozik a golyó, volt néhány eltévedt golyó, ami okozza a konfliktust most, amiről beszélünk. A lövöldözés hangjára ugye ugye itt van egy lakás, illetve 2 lakás, de a szemben lévő lakásban, ugye ki is kukucskált az édesapa, ott 4 gyerek volt és 2 felnőtt. Tinédzser gyerekek, illetőleg egy 11 éves még aludt, és ugye a lövések hangjára oda szaladt az ajtóhoz, és aztán egyszer csak azt élték át ott bent a családtagok, hogy a késes támadó helyébe jöttek a golyók, mert ugye ahogy a rendőrnő a fegyverét használta, mondom még egyszer, és nagyon fontos, jogszerűen, sajnos a lővonalba beleesett az ajtó, és az ajtón 4 golyó záporzott be. Most ez egy házgyári bérházi ajtó, tehát ez semmi egy vékony falajtó. Az egyik megállt a ajtófélfába, tehát az szerencsére ugye nem ment tovább, de 3 lőmag tiszta erővel becsapódott a lakásba. Na most az, hogy nem történt lőtsérülés, az mondjuk a vak szerencsének köszönhető, és hát ugye az apuka kukucskált kifelé a lyukon, hogy mi történik kint. Tehát ott az ajtón a 3 lyuk, láttam a fényképen, hogy nem talált egyik lövése, ez maga a csoda. De például az egyik lőmagot, mert még ugye Szenteste ott keresték a helyszínelők a lőmagokat a lakásba, ugye a fémkeresővel, hát azt tudom, hogy az egyiket például a kisfiúnak a feje alól a matracból szedték ki az ágy alól. Hát szerencsére nem a... Lehetett volna nagyobb baj is. Lehetett volna nagyobb baj is, de nem lett, és hát tulajdonképpen az a rendőröknek is köszönhet, hogy nem lett, mert akár meg is támadhatta volna őket. Tehát a rendőrök hibáztak, ez szerint a család szerint, vagy az ügyvéd úr szerint? Mert a rendőrség azt mondja, hogy ők úgy gondolják, sikerült megfogalmazni azt az álláspontot, ami a sérelem díjat, mint opportunitást realizálja, és annak erkölcsi oldalát, mint igazolhatatlan, maximálisan nélkülözni igyekszik. Azt mondja a rendőrség, hogy ilyen nincs, ezt nem lehet. Nem, hát a rendőrségi jogtanácsosok tudják, hogy én miről beszélek. Nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy itt nem kártérítést kérünk, hanem kártalanítást. Tehát a kártérítés az mindig az, amikor jogszerűtlen, jogellenes magatartásból fakad egy kár. A kártalanítás ennek az ellenkezője, annak ellenére, hogy az is kár fizetési kötelezettség, ott a jogszerű, tehát minden tekintetben rendeltetésszerű jognak megfelelő magatartásból is fakadhat mások kívülállók vagyonában, de itt ami fontosabb, élettesti épség és egészség vonatkozásában bármifajta sérelem. Tehát itt ugye szerencsére ezek a lövések, és itt azt kell elképzelni, tehát jogilag ez úgy működik, hogy van egy rendőr, aki teljesen jogszerűen használja a fegyverét, nem is tehet mást, de a fegyver használat bármennyire is jogszerű, mégis kívülállók számára, hát vagyonban, mert hát szétlőtték az ajtót, de mondjuk ez a kisebbik része a dolognak, de hát élettestépség, egészség, mint személyi jogok vonatkozásában most ugye sérelmet szenvedtek, és hál' Istennek nem úgy, hogy bárki is megsérült volna, mert mondjuk képzeljük el a gyereket, vagy most az apukát is elviszi onnan a mentő egy haslövéssel, tehát szerencsére nem így, de ez csak a véletlen szerencsének köszönhető, hanem hát a közvetlen életveszély beköltözködött hirtelen abba a lakásba, és ez is egy sérelem. Tehát ezt
úgy kell érteni, hogy egyébként el is indult a teljesen normális ilyenkor megszokott kártalanítási eljárás a rendőrségnek, a rendőrség kifizeti az ajtót. Csak én azt mondtam most a hétfőn, hogy ha az ajtó, tehát a vagyonban okozott jogszerű intézkedés folytán okozott kárt kifizetik, akkor tegyék már meg azt is, hogy üljünk le, és semmifajta pereskedés, hanem normális jogász ésszel értékeljünk helyzetet, és nézzük már meg, hogy ott bent, mert olyan sok hatás alá került a gyerek, pszichésen nem is tud suliba járni. 11 éves gyerkőcről van szó. Az apa, ő még most se tért magához, hogy egyáltalán milyen csoda folytán nem kapott akár 3 golyót. Igen, ugye azt mondják sokan, hogy a sérelemdíj ezen nem fog segíteni. Nem tudom, hogy látta, hogy mit mond az igazságügyi minisztérium államtitkára Völner Pár, ő azt mondja, hogy megdöbbentő, hogy egyes ügyvédek bármire képesek, és azért olvasom fel, mert nyilvánvalóan önnek szól, egy kis sírverésért, és persze jó pénzért mire képesek. Tehát, hogy ennek a rendőrnek hálásnak kellene lenni. Ezt és helyre, nem pénzt, csak hogy tegyük helyre, milyen összegről lehet szó egyáltalán? Mi az, amit ilyenkor ki lehet fizetni? Az egész családot tekintve, mivel nem történt lőtsérülés, néhány millió forintos nagyságrend szerintem a személyi jogokban érintett összeg. De akkor az államtitkár úr súlyosan félreértette a helyzetet, tehát ő akkor vagy nem különbözteti meg a kártérítést a kártalanítástól, vagy akkor, amit most elmondtam, most már akkor tudja, hogy a rendőrségnél, mint hivatalnál is, nem a rendőr felel ezért, aki a fegyverét használta, hanem a hivatalnál ezek megszokott dolgok, hogy jogszerű intézkedésből fakadó kívülállóknak általában vagyomba, mert nagyon ritka az ilyen extrém helyzet, hogy tényleg közvetlen és a legközvetlenebb életveszélybe kerülnek emberek, de ebben az esetben mondom, tehát szó sincs arról, amiről az államtitkár úr beszél, arról van szó, amit én az előbb elmondtam. Mert az időnk egy igen, vagy egy nemet lesz megegyezés? Tehát meg tudják egyezni? Én úgy gondolom, hogy igen, hiszen hát maga a kártalanítástól a rendőrség nem zárkozott el, a ajtót is kifizetik, tehát akkor már csak egy lépés, hogy a vagyon helyett még, vagyon mellett még a személyi jogokban ért sérelmet is kifizetik. Ügyvéd úr, köszönjük szépen, elmondta mindezt.